Ismét kiváló programnak biztosított helyszínt a Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola és Alapfok Művészetoktatási Intézmény aulájában berendezett színtér. Az iskolában minigállát rendeztek, amely mindössze az elsődleges célközönségében, nem pedig minőségében volt apró. Az iskola táncos közössége leginkább azoknak az óvodásoknak és szüleiknek szervezte meg a programot, akik majd az általános iskolai tanulmányaikat akár a Gárdonyiban is megkezdhetik. Ezzel egyfajta kedvcsinálót bemutatva az érdeklődőknek. Gyakorlatilag egy lehetőség ez a táncosainknak az újabb fellépésre. Egyúttal szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy az óvodásokat egy kicsit becsaljuk, becsábítsuk az iskolánkba, megmutassuk azt, hogy milyen lehetőségeink vannak, mit is rejt a tánc, a tánctanítás, a balettoktatás, és ezt egy kicsit ünnepélyes formában szeretnénk a közönségünk elé tárni. Szóladi Zoltán igazgató szerint minden ehhez hasonló rendezvénynek létjogosultsága van az iskolában, hiszen közösségformáló, interaktív. És ahogy ezt az esemény meghívójában is megfogalmazták, a tánc nyelvén mutatják be az intézményüket. Azt gondolom, hogy minden program fontos, amikor egy kicsit meg tudjuk mutatni magunkat, nem csak az óvodásoknak, hanem a városi közönségnek is. Elkészült most ez a kis színház stúdió terem az aulában, tavaly évvégén, ugye május-júniusban. Szeretnénk, hogyha ez egy központi szerepet kapna a Római körúton, egy kicsit kulturális, egy kis kulturális központtá avanzsálna, és ehhez ez egy nagyon jó lehetőség. Az iskola fiatal diákjai mellett visszatérőket is láthatott a közönség. Réz Véta egyike volt azoknak a táncosoknak, akik már csak egykori diákként tértek vissza az intézménybe. Fellépése előtt a táncos azt mondta, mindig jó érzéssel lép be az iskola ajtaján, hiszen különleges helyet tölt be az intézmény a szívében. Nagyon sokat változott az iskola, amióta én ide jártam. Szeretem így újraélni, mert akárhányszor bejövök, eszembe jut valami, és nagyon szeretek itt táncolni. Boldogsággal tölt el, hogy megengedték, és lehetőséget adtak arra, hogy ide vissza tudjak jönni. A táncos azt is megosztott a stábunkkal, hogy milyen produkciókkal készültek a közönség számára. A repertoárt leginkább az egyéni preferenciák alakították. Táncolunk egy jazzesebb táncot és egy kortárst. Erre Tóth Varga Zsuzsanna tanárnő készített fel minket, ő tartja az óráinkat is, és azért ezeket választottuk, mert ezekben van a legtöbb gyakorlatunk, és ezeket szeretjük a legjobban előadni. Mind a nézők, mind pedig a táncosok jól szórakoztak a gála alatt. Az iskola közössége reméli, a nézőtéren helyet foglaló gyermekek közül sokan választják majd a Gárdonyit, ha eljön az a bizonyos nagy nap számukra.